Azt hiszem, hogy a város szívében, itt Terézvárosban is ez a Fasori Kicsinyek Óvodája, ez egy speciális helyet foglal el, hiszen Terézváros kevés zöld felületéből a fasor, az egy kiemelkedő rész, nem véletlen a nevét is innen kapta, a városligeti fasor. Mennyivel másabb ez az intézmény az adottságaiból adódóan, mint a többi óvodák? Nagy szerencsé szerintem a kerületben, hogy minden óvodának gyönyörű udvara van, egy olyan környezetben találhatóak a 6. kerület óvodái, ahova a gyerekek is szívesen járnak, a szülők szívesen választják. Ugye valóban nálunk ugye a fasor az egy jellegzetessége lehet az intézménynek, és így egy kis villaépületben megbújva, két szinten működik az óvodánk, és elrejtve egy nagyon szép udvart, amit majd remélünk, hogy a jövőben még szebbé fogjuk tudni varázsolni az önkormányzat segítségével is, ami szintén a szülőknek a választás szempontjából nagyon fontos szokott lenni, hogy mennyit tudnak a friss levegőn tölteni, távol a város zajától, az autók forgalmától. Ugye ez nálunk megvalósul, amit mi is nagyon szeretünk, pedagógusok, akik ott dolgozunk az óvodában, úgyhogy tényleg egy kis oázis, mondhatnánk, ez a belvárosban. Valóban nagyon szerencsések vagyunk, hiszen az óvodáink jó helyzetben vannak, és nagyon jó óvodai pedagógus gárdával rendelkezünk. Azonban minden óvodának megvan a maga specialitása. A mai beszélgetésünkből azt hiszem, ez abszolút ki fog jönni. Hány férőhelyen rendelkez? Említetted, hogy egy önálló kis villaépület, amely két emeletét elfoglaljátok, ez már maga egy kuriózum számba menő dolog, hiszen általában nem rendelkeznek itt benne a belvárosban az óvodák önálló épülettel. Hány személy befogadására, hány óvodás gyerek ellátására alkalmas ez az épület? Megtévesztő lehet, és sok esetben én is szembesülök azzal, hogy amikor jönnek a szülők intézményt keresni, választani, akkor látják a hatalmas épületet, és hogy azt gondolják, hogy itt milyen nagy létszámban fordulnak elő gyerekek. Nem, mi egy 4 csoportos, családias óvoda vagyunk, ami 73 főt jelent az intézményben. Mindegyik csoportunk vegyes korosztályú, amit én különösen szeretek, hiszen tényleg ezt a családias nevelést tudjuk megvalósítani, ahhoz szoktuk hasonlítani, hogy itt olyan, mint egy családban, ugye kisebb testvér, nagyobb testvér együtt tölthetik a napokat, valamikor a szülők ezt kérik is, hogy úgy szeretnék, hogyha a csoportban kerülő testvérpárok együtt maradhassanak, de lehetőség van arra is, hogyha arra nagy a rivalizálás, igen, úgy látják, igen, hogy jobb, hogyha a nap nagy részét külön töltik, akkor egy másik csoportban, persze mindig vannak kapcsolódási pontok, a csoportok és az óvoda udvara is erre nagyon jó lehetőség, hogy itt összetalálkozzanak és elmeséljék egymásnak az élményeket, hogy mi történt napközben. A két szintet azt úgy kell elképzelni, hogy az egyik szinten vannak a csoportszobák, és az alaksorban pedig a plusz szolgáltatást nyújtó szobáink, a tornaszoba, sószoba, fejlesztőszoba, mindegy kisebb területen a mosókonyha, tehát ami a kényelmet szolgálja mind a gyerekeknek, mind a felnőtteknek. 75 gyerek az tényleg nem nagyon nagy, és hogyha elosztom 4-jel és 4 csoport van, akkor gyakorlatilag nem érjük el a 20 főt. Ami azt lehet mondani, hogy ideális létszám, hiszen minél kevesebb gyermek van egy csoportban, akkor annál több idő jut foglalkozás szempontjából a gyerekekre, és sokkal több figyelmet tudnak az óvonénik vagy nevelőpedagógusok fordítani. Ez a vegyes csoportoknak a kialakítása az hogyan történik? Mert nagyon sokan arra esküsznek, hogy a korosztályonkénti csoportok a jók. Te viszont kimondottan a vegyes csoport mellett tetted le a voksodat, el is mondtad, hogy miért. De ettől függetlenül én mindig gondolkodom rajta, hogy vajon hogyan lehet egy csoportfoglalkozást úgy megtartani, hogy abban ott vannak az egészen picinkék, és azért már a nagyobbakkal azért kell készülni az iskolára is, hiszen most arról beszélünk, ugye, hogy nyílt napra készültök, óvodaválasztás lesz, mert hát a nagyok elrepülnek és elmennek az iskolába. Igen, ugye ez meghatározza mindig, hogy hány gyermek megy el iskolába. Amit most ilyenkor... mennyi fog? Hát most jelen pillanatban nagyon kevesen, 18-an mennek iskolába, tehát ez ugye változó mindig, ahány nagy csoportos van. abból is vagy a szülő kérésére, vagy hát az érettsége azt mutatja, hogy még egy óvodai év azt fogja szolgálni, hogy még felkészültebben érkezzen az iskolába. Így, de ez nem árt szerintem, hogy maradnak még. Ez ugye egyéni elbírálás tényleg, tehát a szülővel való konzultáció, az óvónők, akik végigkíséri az életét, az óvodai életét a gyerekeknek, ezt látja, hogy most éppen hol tart abban a fejlődési állomásban, ami az iskola érettséghez kell. Tehát ugye ez meghatározza mindig, hogy hány kirepülő gyermekünk van az intézményből. Ilyenkor kicsit szomorúak vagyunk, mert hogy úgy mindenki magáénak érzi már egy nagy csoportos korú gyermeket az óvónők közül, de szerencsére többnyire a 6. kerületben választanak iskolát, úgy látjuk, hogy folytatódik az útja tovább. Tehát így meghatározott létszámban fogunk tudni felvenni gyermekeket. Valóban a nyílt napra készülünk, az április 28-án lesz a mi intézményünkben. Az is egy fontos nap, mert hogy én tudom, hogy egy nap alatt, vagy pár óra alatt nem lehet egy intézmény életét bemutatni. Ilyenkor mindig félő, a szülők is kicsit úgy kételkedve jönnek ilyen alkalmakra, és a telefonbeszélgetések is azt mutatják, hogy van, aki nem bízik abban, hogy itt láthatja azt, hogy milyen valós élet folyik egy óvodában. Mi igyekszünk ilyenkor tényleg beengedni őket a csoportszobában, hogy tudjanak beszélgetni az óvónénikkel, a gyerekeket lássák játék közben, különböző tevékenységek közben, hogy érzik magukat, mi az a millió, ami érezhető az óvoda légköréből. Délelőtt vagy délután lesz a nyílt? Délelőtt. Délelőtt. Hát, és gyerekekkel, vagy pedig gyerek nélkül várjátok a szülőket? Én amondó vagyok, hogy ebben az esetben gyerekek nélkül. Azt a honlapon, ahol ugye tájékoztattuk a szülőket, hogy mikor várható nálunk a nyílt napot, én kifejezetten kértem, hogy most erre az alkalomra gyermek nélkül érkezzenek, és akkor majd jön az előjegyzés hete, amikor viszont azt szeretnénk kérni, hogy gyermekkel együtt látogassák meg az óvodánkat. A nyílt napnál szerintem, mint ahogy az iskola választásnál is, ugye egy szülőnek kell egy képet kapnia. Biztos, hogy a gyerekeknek is van egy érzése, egy benyomása arról az adott óvodáról, de itt nem ők döntenek, hogy most ide szeretnék jönni, vagy egy másik intézményben jobban éreztem magam, akkor oda szeretnék menni. A szülők, gondolom és javaslom, hogy készüljenek különböző kérdésekkel, vessenek papírra azokat a szempontokat, amiket fontosnak tartanak egy óvoda választásnál, hogy azt utána, ha nem kapnak választ egy vezetői tájékoztatás során, akkor fel tudják tenni akár az intézmény vezetőjének, vagy az óvoda pedagógusoknak, amikor tudnak velük beszélgetni. Igyekszünk úgy megszervezni, remélem, hogy betegségek nem jönnek közbe, hogy mind a két óvónő ott legyen a csoportszobában, tehát se akik, a gyerekek, igen, akik majd foglalkoznak majd a következőbe. Igen, fogadják az újonnan érkezőket, pont azért, hogy a gyerekek sem maradjanak felügyelet nélkül, láthatni lehet a velük való foglalkozásoknak a menetét, hogy az adott pedagógus milyen attitűddel rendelkezik, hogy fordul a gyermekek felé, és legyen mindig az valaki, aki viszont a kérdésekre tud választ adni. Úgyhogy ebből a szempontból, meg egy kicsit védve az úgymond saját gyermekeinket, akik már a Fasori Óviba járnak, hogy ha bekapcsolódnának hozzájuk a kisebbek, vagy majd a leendő óvodások, azért az felborítaná az ő napukat is. Úgyhogy így úgy gondolom, hogy igyekszünk a legpraktikusabban és a legjobb módon megoldani ezt a nyílt napot. Visszatérek én ezekre a vegyes csoportokra, mert a szülőkben is gondolom fölmerül az a kérdés, mint ahogy már azelőtt már valamilyen úton módon meg is pendítettem, hogy nagyon sok előnye van, igen, de sokkal nehezebb az óvodapedagógusnak a feladata, hogy úgy kösse el a gyerekeket, úgy készítse elő a foglalkozásokat, hogy az újakat be tudja vonni, hogy azért a nagyokat előkészítsük az iskolára. Hogyan oldjátok meg, külön csoportonként foglalkoznak? Hát ilyenkor még ugye nem is lehet frontálisan irányítani nagyon a gyerekeket, mert nem szabad. Tehát meg kell őket hívni a foglalkozásra, vagy én ezt túlzásnak érzem a pedagógiai nevelési módszerekből, hiszen nem mondhatják azt, hogy most pedig leülsz és rajzolsz. Nem, tehát ez a világ már azért elmúlt, hála Istennek, hogy nem kötelező jelleggel. Visszatérve a vegyes csoport szervezésére, vagy az ottani kezdeményezések, foglalkozások megtartásánál, ugye manapság már nem igazán korosztályi megkülönböztetésről beszélünk az óvodákban sem, bár még mindig él ez a kis csoport, középső és nagy csoportos elnevezés, úgymond egy mihez tartás véget, hogy tényleg a szülők is, a gyerekek is várják a nagy csoportos létet, mert vannak olyan feladatok, vagy olyan megbízatások, amit majd nagy csoportos korúban, vagy programok, amikor majd vehetnek részt rajta, hanem inkább az egyéni képességekhez mérten kell az óvónőnek a különböző tevékenységek szervezését elkezdenie. Mindig meg kell ajánlania a különböző foglalkozásokat, bármelyik témakörben, legyen ez a mese, vagy akár egy matematikai tartalmú foglalkozásnál, hát valóban egy... Nagyon nagy felkészültséget igényel. Igen, tehát hogy itt kell egy szakmai tudatosság az óvónő részéről, hogy tisztában kell lenne azzal, hogy melyik gyermek milyen szinten áll, nyomon kell követnie, és mondjuk ebben a kicsit kötetlenebb formában én azt gondolom, hogy ez a szerencsés, hogy van lehetősége akár egy héten keresztül, vagy ha valaki projektmódszerben dolgozik, akkor nagyobb intervallumban arra figyelmet, hangsúlyt helyeznie, hogy mikor vesz részt abban a gyermek. Sokszor látjuk azt, és ezt a szülők is így tapasztalják, hogy ha nincs is ott fizikálisan az adott foglalkozáson, attól még a füle ott van, tehát hallja, biztos, hogy vissza fogja mondani akár a verset, vagy akár az éneket, vagy azt az új ismeretanyagot, amit éppen a többieknek, akik ott ültek az óvónéni mellett hallottak közvetlenül, ő meg esetleg a játéktevékenység közben. Úgyhogy én szerencsésnek tartom a vegyes csoportot, mert hogy itt lehetőség van tényleg azt figyelembe venni, hogy ki mit tud. Tehát a kicsit oda lehet vonzani a nagyoknak megkínált tevékenységgel, a nagyoknak is kicsit lehetőségük van arra még megbújni a kicsik között, és nem feltétlenül... Picit kicsinek maradni. Igen, tehát kell, én azt mondom, mindig is azt hangsúlyoztam, hogy kell a játék a gyerekeknek, majd a komolyabb feladatokra és a kihívásokra ott lesz az iskola, amikor tényleg nincs kibúvó, nincs választási lehetőség, tehát van egy érési folyamatuk, amit nekik el kell érniük majd nagy csoport végére, és most az nem kis csoportban, középsőben vagy pedig a meghatározott korcsoportban kell, hogy megtörténjen, hanem a saját üteme szerint. Minden kerületi óvodának megvan a maga specifikuma. Van, ahol a mesére fókuszálnak, van, ahol a sporttevékenységre, van, ahol a környezettudatos nevelése. Mivel tudjátok magatokat specifikálni? Vagy egyáltalán akarjátok-e? Amikor ezt szokták kérdezni, hogy mi a fő vonulata vagy profilja az intézménynek, akkor én mindig azt szoktam mondani, hogy 3 alappillérünk van, amin nyugszik az óvoda. Az elsődleges az anyanyelvi vagy az idegennyelvi nevelés. Azt hiszem, hogy a mi óvodánkat leginkább erről ismerik a kerületben, vagy hát most már büszként mondhatom, hogy nemzetközi színvonalon is jelen vagyunk, vagy szintéren is jelen vagyunk. Ez az egyik, a másik a zöld óvoda és madárbarát óvodaként a környezettudatosság, a környezetvédelem és a természetvédelem, és a harmadik pedig, ami mind ehhez kapcsolódik, a néphagyományőrzés és a jeles napoknak a kiemelt figyelemmel való kezelése. Úgyhogy így szépen e köré építjük a programjainkat, a mindennapi munkánkat, de természetesen a mozgás is ugyanolyan fontos, hiszen mindennek az alapja a mozgás, az egészséges életmód szintén ott van a mindennapokban, de a nyelvi nevelés az, ami a legfelkapottabb most jelen pillanatban, és azt gondolom, hogy a szülői igényeknél is ez jelenik meg első körben. A nyelvi nevelés az elsősorban a magyar nyelvet jelenti, de említetted az idegen nyelvet is. Sok a külföldi ajkú gyermek az óvodában? Igen. Vagy jelentős létszámban találhatóak azért? Hát jelentős, nagyon ez az sok. Itt lévő lakosság, vagy pedig a diplomáciai terület miatt? Nem mondanám, hogy a diplomácia az, ami túlnyomó részt, hanem a lakosság. Tehát az én tapasztalatom az, hogy egyre több a vegyes házasság, tehát hogy valamelyik szülő külföldi állampolgár, és úgy Magyarországon élnek, vagy éppen hazatértek valamilyen közeli országból. Ugye az angol és a német nyelv az, ami megtalálható nálunk. És akkor angolt és németet tanítotok a gyermekeknek? Hát, vagy van, hát nem mondhatom így, hogy tanítok, igen. Nem mondhatjuk, de ismerkedhetnek a nyelvvel, akkor ezzel a két nyelvvel. Ugye az angol nyelvi csoportban, ami a hivatalos elnevezésük, ott két nyelvű gyerekek, vagy valaki már három nyelvvel is bír, olyan gyerekek találhatóak, tehát igazán tanítani őket nem is kell, és én nem is szeretem valóban ezt a szót. Tanítják egymást? Egymást is, meg miután már megvan az a nyelvi alapja, az otthoni kommunikációjuk sok esetben az angol nyelv, vagy a szülőknek ez a kommunikációs nyelve egymás között, mert lehet, hogy éppen egy spanyol és egy magyar szülőpáros van együtt, és ez a közös nyelvük, hanem játékosan. Tehát én azt gondolom, hogy és éppen azért vagyok annak a híve, hogy olyan pedagógusok dolgozzanak a csoportban, akik azt a nyelvet bírják. Tehát, hogy angolul tudnak beszélni, vagy németül tudnak beszélni, mert hogy akkor tudja igazán közvetíteni. Ő ismeri a gyerekeket, mint hogy az előbb beszéltünk arról, hogy nagyon fontos az egyéni képességeknek, hogy az óvónő ezzel tisztában legyen, hogy mit tudnak, így egyénre szabottan a nyelvoktatást is úgy tudja biztosítani, hogy az egész napjukat áthatja. Az angol csoportban egyértelműen, tehát a különböző gondozási tevékenységek, a foglalkozások során, de egy udvarra menetelnél is megjelenik a nyelv, hogy mit kell felvenniük, ha visszajönnek, hogy mit vegyenek le az étkezésnél. Akkor ez angolul történik, vagy pedig angolul és magyarul? Az év elején van, amikor mind a két nyelven, és akkor évvégére már eljutunk odáig, vagy eljutnak ők odáig, hogy ez csak angolul, és akkor a legszebb pillanat, amikor a gyerekek pedagógus felügyelete nélkül angolul társasoznak. Én azt gondolom, hogy az mindent visszaigazol, hogy valamit jól csináltak. A német esetén, mert gondolom a német nyelv annyira nem gyakori, vagy a német nyelvnek a birtoklása. Hogyan néz ki? Mert akkor ezek szerint a német csoport az nem hasonló szisztémával működik, mint az angol, legalábbis így értelmeztem. Az angol azért intenzívebb, mert hogy ott a szülők ezen a nyelven kommunikálnak, mint ahogy az előbb mondtam. A német nemzetiségi csoportunk az a régebbi, tehát ők voltak azok, akik elkezdték ezt az idegen nyelvi nevelést. Náluk hogy leginkább a kultúra átörökítése, ami fontos a csoport szempontjából. Természetesen itt is megjelennek már azok a családok, akik vegyes házasság, és esetleg német apuka, német anyuka található a családban, és akkor ők is bírják a nyelvet. Még mind a két csoportra azért ez abszolút jellemző, és én ezt szoktam kérni, hogy ugye tényleg azok kérjék a felvételüket ezekbe a csoportokban, akik tudnak beszélni ezen a nyelven, hiszen amikor a gyerekek megtanulják a kis versikéjüket, az éneket, vagy a kifejezéseket, azt otthon is fogják használni, azt otthon is nagy örömmel fogják a szülőknek elmondani, tehát kell tudni segítenünk nekik. Most jelen pillanatban tényleg a német csoport az, ahol nem olyan erős a nyelvi háttér, mint ahogy esetleg jó lenne, vagy szeretnénk, vagy mint összehasonlítva az angol csoporttal, bár távol áll tőlem, hogy most őket hasonlítgassam, mert két különböző nyelvről van szó. Valamelyik évben ott van tényleg több nyelvtudással rendelkező család, valamelyik évben pedig a másikban. Mi újság a másik két csoporttal, amelyik nem a nyelvi tagozathoz tartozik? Most már ők is színesednek, tehát azt gondolom, hogy az egész óvodára jellemző most már ez a nyelvi tudás, csak esetleg az óvónéniknek a nyelvtudása nem olyan szintű, mint a másik két csoportban. Igen, néha ők kicsit mostohának érzik magukat, bár ott is ugyanolyan remek óvónénik dolgoznak, mint a másik két csoportunkban. Szerencsésnek gondolom magam vezetőként, mert hogy vannak olyan pedagógusok, akiknek más az erősségük. Tehát az egyik csoportban a környezeti nevelőpedagógusunk van, aki csodákat varázsol mindenből, egy magból is, tehát náluk ez mondhatni erősségnek. A másik csoportban egy dalos pacsirta óvónéni, aki előveszi a gitárját a gyerekek között, akkor azt gondolom, hogy teljesen mindegy, hogy mi az, amit ő szeretne közvetíteni, tátott szájjal figyelik a gyerekek, és kérik, hogy még énekeljen. Úgyhogy minden csoportnak tényleg van egy olyan kis erőssége, ami csak rá jellemző. Hogy álltok óvodapedagógusokkal? Kik a segítőitek? Vannak-e asszisztensek, technikai dolgozók? Az óvodapedagógussal azt gondolom, hogy mi is úgy állunk, őszintén megmondva, mint egész Magyarország területén. Hát vannak néha küzdelmeink, hogy keressük az igazit. Nagyon kevés mostan az óvodapedagógus, de hála Istennek teljes létszámmal tudunk dolgozni. A kisegítő társak, mert hogy azt gondolom, hogy a nevelésben ők segítenek bennünket, tehát abszolút társként működnek együtt. Nagyon jól tudnak összedolgozni a pedagógusokkal, mint a dadus nénik, mint a pedagógiai asszisztensünk, de még a karbantartó bácsink is. A szakszolgálattal való együttműködésünk is nagyon jónak mondható. A fejlesztő pedagógus, a pszichológus, a gyógytestnevelő és a logopédus erősíti az óvónőknek a szakmaiságát is. Ezek a szakszolgálathoz tartozó munkatársak, pedagógusok rendszeresen kijárnak, ott melyik gyerekeket szűrik, vagy mi alapján kezdenek el foglalkozni a gyerekekkel? A szűrésüknek törvényi kötelezettsége van, tehát ott nagyon választási lehetőségük nincs. Minden tanköteles 5. életévét betöltött gyermeket meg kell szűrniük, fejlesztő pedagógusnak, logopédusnak, gyógytestnevelőnek egyaránt, amiről visszajelzést kapnak az óvodapedagógusok, de ezen túlmenően még pont abból az úgymond alacsony létszámból adódóan, ami a csoportokban megtalálható, mindig van energiájuk, idejük arra, hogy arra is gondot fordítsanak, akit esetleg az óvónéni szeretne egy kicsit az előtérbe helyezni, hogy nézzék meg valamilyen szempontból. Úgyhogy így is nagyon-nagyon jó kapocs van. Ők ott vannak heti rendszerességgel, két-két napot a fejlesztő pedagógus és a logopédus, a gyógytestnevelőnk is két napot kint az intézményben, a pszichológus heti egy napot tud kint. Szükség van a pszichológus munkájára? Egyre inkább. Mint a szülőknek, mint a gyerekeknek és a pedagógusoknak is segítő jobb kezet tud nyújtani, vagy csak megerősítés kapcsán, hogy jól látnak dolgokat, jó úton haladnak. Ebből a szempontból is fontos, és a szülőknek is. Én úgy érzem, hogy sok esetben ők szorulnak támogatásra, hogy tényleg amit szeretnének képviselni nevelés területén, az jó irány, kicsit terelgetni őket, hogy mire helyezzék a hangsúlyt, a gyerekeknek a megfigyelése, az alapján visszajelzést adni, vagy a pedagógusnak, vagy a szülőnek. Hát rengeteg. Tehát én azt gondolom, hogy nem csak heti egy nap az, amit el tudna tölteni, de gondolom, hogy a többi óvodában is így van ez, hanem akár mind az 5 napban mi szívesen látnánk, hogyha az ő kapacitása ez engedni. Nagyon szépen köszönöm a tájékoztatást, ennyi fért mai adásunkba, kedves nézők, tehát az óvodába, a Fasori Kicsinyek óvodájába 28-án várják a szülőket, a honlapon az információk megtalálhatók. Sok sikert kívánok nektek, és nagyon jó nevelési évet. Nagyon szépen köszönöm, és mindenkit sok szeretettel várunk 28-án. Kedves nézőink, most tekintsék meg programajánlónkat.